Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Teljesen átalakul a felnőtt képzés, a vállalati igények és a digitális ismeretek nagyobb hangsúlyt kapnak. Agresszívek és nem működnek együtt, egyre nagyobb gondot okoznak a hajléktalanok szexárdon. 90 helyett 144 km/órás sebességgel hajtott egy autós, közel 200 gyorshajtót fülelt le a rendőrség. Újra próbálnak a Német Színházban, június 12-én tartják új darabjuk premierjét. 2020. szeptember 1-től a legtöbb OK és szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni. Az úgynevezett részszakképesítéseket viszont csak iskolarendszeren kívüli, tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, amiért fizetni kell. A szakemberek azt mondják, ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy a képzések gyorsabban reagáljanak a munkaerőpiac igényeire. A felnőtt képzésben a jövőben a digitális kompetenciák fejlesztése is nagyobb hangsúlyt kap majd. Online kapcsolódtak be a résztvevők a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi rendezvényébe, ahol a szakemberek a felnőtt képzés változásait vették sorra. Súlyog Tamás felnőtt képzési szakértő azt mondja, éppen ez, vagyis a digitális oktatás előretörése várható a jövőben. Jól mutatta ezt az Iparkamara online konferenciája is, amit közel 100-an követtek nyomon. A digitális kompetenciák fejlesztésén, valamint az új munkaerőpiaci igényekre rugalmasan és gyorsabban reagáló képzések megjelenésén túl egyéb változások is várhatóak a jövőben a felnőtt képzésben. Az egyik fontos változás, hogy kevesebb úgynevezett alapképzés lesz. Ezekre majd ráépülnek olyan szakmai képzések, speciális képzések, amik viszont nincsenek bent ebben a jegyzékben, tehát nem jegyzék szerinti képzések. Majd ezek a nem jegyzék szerinti képzések, illetve az alapképzésekben benne foglalt úgynevezett részszakképesítések lesznek azok, amelyeket a felnőtt képzés fog majd végezni. Áprilisban a járvány miatt teljesen leállt a felnőtt képzés. Tolna megyében is közel 100-an vártak arra, hogy levizsgázhassanak. Ám azóta enyhítettek a szabályokon. Mostantól a felnőtt képzésben lehetőség lesz kontaktórák megtartására és szakmai vizsgák megszervezésére is. De 65 év feletti tanárok nem taníthatnak és vizsgákat sem vezethetnek. Ez komoly gond lesz az Iparkamara Tolna megyei elnöke szerint, mivel a vizsgáztatók fele az idősebb korosztályhoz tartozik a megyében. A felnőtt képzés az a jellemző, hogy inkább az idősebb korosztályú tanárok vannak ebben a képzésben. Hát ez gondokat fog jelenteni. Tehát valószínűleg, hogy már be kell indítani az osztályokat, annyi tanárra, vizsgáztatóra nem tudunk biztosítani, amennyire szükség lesz. Fischer Sándor abban reménykedik, hogy június 20-án a válsághelyzet kiiktatásakor ezt a korlátot is megszüntetik. A képzési rendszer átalakítása a szakképző intézményeket is érintette. A technikumokban, így a Szekszárdi Szakképző Centrum Ady Endre szakképző iskolájában is új képzésekkel várják a diákokat. Szeptembertől teljesen megújul Magyarország szakképzési rendszere. Tolna megye legnagyobb szakképzési iskolája is készen áll a megújuló technikumi képzés változásaira. Közlekedési, gépész, villamos és informatikai terület, valamint a szolgáltató ipar szakképesítései sajátíthatóak el az intézményben. 11 technikumi és 7 szakképzői ágazatból választhatnak a diákok. Az Adyban a technikumi képzések nyilván két részre oszthatóak. A Tolna megye és a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak a legnagyobb iskolájáról beszélünk. Itt mindig is megszokott volt az, hogy széles a szakma választék és a szakma kínálat, és az elvárás is az irányunkból, azt gondolom. A megye meghatározó szakképző intézménye vagyunk, tehát nekünk utat is kell mutatnunk, nem csak szakképesítést kell adjunk a diákoknak. Más iskolából érettségi után érkező diákok, illetve akik nem az adott szakirányból érkeztek, a technikumi képzést 2 év alatt végezhetik el. Ám akik az Ady Endre szakképző iskolába jártak, az érettségi után 1 évvel már kezükben tarthatják szakképesítésüket. Ez azokat érinti majd, akik nappali tagozaton szeretnének tovább tanulni. Azonban a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy munka mellett rugalmas keretek között szerezze meg az
ember a szakképesítését. Ez főleg a szolgáltatóipari képzéseknél jelentkezik. Fodrászoknál és kozmetikusoknál már most is nagy az igény arra, hogy ne csak nappali képzésben legyenek a tanulók foglalkoztatva. Egy-egy tanuló, vagy akár néhány tanuló is végezhet szakképesítést úgy, hogy megjelennek a tanórákon, akár a nappali képzésben is egy-egy órán, egy-egy fontosabb tartalomnál, és a képzési szakaszok így lerövidíthetőek. Korábbi tudásuk beszámítható, tehát jóval rövidebb idő alatt szerezhetik meg a megfelelő szakképesítést, megfelelő szakképzettséget. Az iskola palettáján szereplő képzéseket a munkaerőpiac igényeinek felmérésével alakították ki. Olyan gyakorlati helyeket biztosít az intézmény a tanulók részére, amelyek több esetben is hosszú távú munkaszerződést ajánlanak fel a diáknak tanulmányai befejezése után. Juhász Gábor igazgató az iskola szlogenjével zárta a beszélgetést. Mi nem tanulókat képezünk, hanem újabb mestereket. Településfásítási programot hirdet 500 millió forintos keretösszeggel az Agrárminisztérium a 10 000 fő alatti településeknek, amelyek együttesen 12 000 sorfát igényelhetnek térítésmentesen, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A programba, amelynek célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása, június 15-től július 31-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok, a településen működő állami, önkormányzati és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek. A fák kiszállítását ősszel és tavasszal végzik, az ültetéseket a helyi közösségek szervezik és bonyolítják le. Településenként minimum 10, maximum 30 fa igényelhető. Hajléktalan férfit vertek iUltra Szekszárdon még tavaly, néhány hete pedig két otthontalan úgy összeveszett, hogy késelés lett a vége egy panelház előtt. Egyre több gondot okoznak a hajléktalanok Szekszárdon, ezért az önkormányzatnál már külön munkacsoportot is felállítottak a probléma kezelésére. Így Szekszárd egy forgalmas részén a főúttól nem messze verte iUltra a hajléktalan áldozatát egy férfi még tavaly. Néhány perccel korábban együtt ittak egy padon. A hajléktalan viszont zsebre tette a támadó cigarettáját és az öngyújtóját, ekkor szabadultak el az indulatok. Több alkalommal megütötte a fejét. Ezt követően a padon ülő sértettet kétszer fejbe is rúgta, a második ütéstől a sértett a padon eldőlt, majd az ekkor már maga tehetetlen sértett bántalmazását a vádlott tovább folytatta, úgyhogy ököllel még több alkalommal a padon fekvő sértett fejét megütötte. Az addigra már ájult hajléktalantól végül visszavette a tárgyait a támadó és elsétált a helyszínről. Az áldozat olyan súlyosan sérült, hogy a kórházban sürgősségi műtétet kellett rajta végrehajtani. Az erőszakos támadó azóta már börtönben van. A vádlott többszörösen büntetett előéletű, visszaesőnek is minősül, és egyébként ezt a cselekményét az ellene korábban folyamatban volt büntetőügyben kiszabott szabadságvesztés hatálya alatt követte el. Nem ez az egyetlen erőszakos bűncselekmény, amiben hajléktalan az egyik érintett. Hatalmas vértócsa nyomai az egyik szekszárdi panelház előtt. Április végén szúrt nyakon itt egy hajléktalant egy szintén otthontalan társa. Fertőtlenítő felmosószer az épület előtt és vizes vödrök néhány méterrel arrébb. Az itt lakók órákon keresztül takarították a két hajléktalan férfi dulakodásának nyomait. Hallottuk, hogy megszúrták vagy leszúrták, ennyit hallottunk reggel. 7 órakor rendőrök helyszíneltek. A megszúrt férfi végül csak a szerencsének köszönhette, hogy nem halt bele a támadásba. A másik hajléktalanról úgy tudjuk, azóta már újra Szekszárd utcáit járja. A hajléktalanok okoztak közbiztonsági problémák kezelésére a szekszárdi önkormányzaton belül májusban külön munkacsoportot állítottak fel. Ebben a közterület felügyelők mellett rendőrök és szociális munkások is részt vesznek. Az a feladata, hogy erre a kérésre valamilyen megoldást találjon. Nincs erre forgatókönyv előre, hogy mi lenne jó megoldás, ezért ennek a csapatnak kell kitalálni, remélem meg fogják találni a megoldást, úgy néz ki, hogy igen, és akkor talán visszatérhet az élet a régi kerékvágásba ebből a szempontból is, hogy nem fogják végzelni többet a hajléktalanok a szekszárdiakat. A hajléktalanok Szekszárdon főként a központi területeken okoznak gondot, az üzlettulajdonosok szerint például rendszeresen a boltok elé piszkítanak, amit a vevők is szóvá szoktak tenni. Napra pontosan egy esztendeje adták át a 273 millió forintból felújított Tolnai Dunapartot. Az elmúlt év azt bizonyította, jó döntés született, amikor az építés mellett döntöttek, mondta Appelshofer Ágnes polgármester.
A park környékén élők többször jelezték kifogásukat a játszótér zaja miatt. Erre is talált megoldást a városvezetés. Egy évvel ezelőtt a gyereknap adta az alkalmat az alig egy év alatt megépült Altalipa park átadására. Az azóta eltelt esztendő bebizonyította, ez volt az önkormányzati beruházások közül a legjobban sikerült, mondta az évforduló kapcsán a Peszofer Ágnes polgármester. Ez az egy év ez bizonyította azt, hogy ez volt a legsikeresebb projektünk, én azt gondolom. Összegében ugyan nem volt a legnagyobb, de mégiscsak ez a tolnaiak szívének a legkedvesebb, mert hogy jó az, ha minden szép, meg jó, de mégiscsak ez az, ami a legjobban használható, én azt gondolom, és mindenki számára, aki a városban él, elérhető. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a városban élők használják a mi Dunapartunkat, vagy az új nevén Altalipa Szabadidőparkot, hanem óvodás csoportok is jelentkeznek be más településekről, Bonyhádról, Szekszádról, Paksról. A pályázat eredményeként 15 ezer négyzetméter zöld felület újult meg. De hiába volt az öröm, azóta rendszeresen hangzanak el lakossági kritikák, mondván az ott élőket zavarja a gyerekzsivaj. A Peszofer Ágnes azt mondta, lépéseket tettek a helyzet rendezésére. Lakossági észrevétel az ott lakóktól érkezett, hogy a csúszdákat használó gyerekek hangoskodnak. Éppen ezért szűkítettük is a csúsznagy vagy az Altalipa Szabadidőpark nyitvatartási idejét, de este hétig bárki mehet. Én magam is többször lent voltam, nem gondolom egyébként, hogy rendezvényeken kívül olyan nagyon nagy hangzavar volna. A jelen helyzetben a park működésének legnagyobb gondja a vendéglátás rendezetlensége, hiszen nincs üzemeltető a területen létrehozott vendéglátóhelynek. De a Peszofer Ágnes azt mondja, reményei szerint a nyárra ez a probléma is rendeződik. Közel 200-an hajtottak túl gyorsan Tolna megyében június 1-én egy rendőrségi ellenőrzés adatai szerint. 50 olyan sofőr volt, aki jelentősen túllépte a sebességhatárokat. Akadt olyan járművezető is, aki a megengedett 90 km/h sebességhatár helyett 144 km/h haladt. A hatóság 60 ezer forintra büntette. 143 km/h sebességgel hajtott 90 helyett ez a fekete Toyotát vezető sofőr a hatos úton. A rendőrség felvételei szerint ez az autós ment a legnagyobb sebességgel június 1-én Tolna megyében, amikor a hatóság a gyorshajtókat ellenőrizte. A sofőrt mintegy 60 ezer forintra bírságolta a rendőrség. Az egyenruhások a megyében néhány óra alatt közel 200 felvételt készítettek azokról, akik a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. 50 olyan sofőr volt, aki jelentősen túllépte a sebességhatárokat. Voltak olyan gyorshajtók, akik 139-szel, 138-szal, illetve 133-mal is közlekedtek a 90 km/h megengedett sebesség helyett. A rendőrök találkoztak olyan motorosokkal is, akik hosszabb kocsisort előztek az áramvonal átlépésével. Nekik is több ezer forintos helyszíni bírságot kellett fizetniük. A 6-os számú főúton, a 61-esen, 65-ös főúton voltak kollégáink. A legtöbb gyorshajtó a 6-os számú főúton volt, és ezen az úton voltak azok a személyek, akik a magasabb mértékű sebesség túllépést csinálták. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a 6-os számú főút Bonyháttól Paksig vezető szakasza volt a legfertőzöttebb ezen a napon. Az országos rendőrfőkapitány a közbiztonság érdekében az ország több pontján így Tolna megyében is fokozott ellenőrzést rendelt el augusztus 31-éig. Így újabb ellenőrzésekre lehet számítani a nyár során. Újraindult a műhely munka a Szekszárdi Német Színházban. Ugyan nem álltak le teljesen, de saját bevallásuk szerint egészen más a színpadon próbálni, díszletben és jelmezben a partnerrel, mint akár online otthonról. A korlátozások enyhítése miatt már ők is készülhetnek legújabb premierjükre. Boccaccio Decameron című művének átdolgozását viszik színpadra kisebb dalbetétekkel, amely könnyed szórakozást jelent majd a közönségnek. Mindenképpen olyan darabot szerettünk volna, amit tudunk játszani szabadtéren, és ezért egy Decameron feldolgozásra esett a választásunk, és június 12-én lesz a premierünk a Vármegyeházának az udvarában, szabadtéren. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Folyamatos a gyomírtás Pécsen, új technológiát is tesztelnek a szakemberek. Kinyitott a hullámfürdő, korlátozásokkal ugyan, de strandolhatnak a pécsiek. Legyen fit a nemzet, ingyenes edzések várják a mozogni vágyókat.
Folyamatos a pécsi közterületek gyomírtása. A néhány hete elindult szezon során a forgalmasabb tereken végezték a permetezést a szakemberek, most a szegélyek, buszmegállók és főbb útvonalak mentén folyik a védekezés. A Biakon munkatársai egy új, szinte teljesen hangtalan berendezést is tesztelnek, aminek számos előnye van a vegyszer kijuttatásakor. Szinte teljesen hangtalan az az új eszköz, amivel a közterületek gyomírtását végzik Pécsen a szakemberek. Egyelőre még csak egy ilyen úgynevezett ULV berendezéssel rendelkezik a Biokom, az idei gyomírtási szezonban kezdték tesztelni a hatékonyságát. Ezelőtt hatalmas mennyiségű vizet kellett teherautókon szállítani, amit megfelelő arányban kevertek a vegyszerhez. Ehhez a módszerhez képest számos előnnyel rendelkezik ez az új gép. Ez ennyiből áll az egész, ugye van egy literes tartálya, amiben töményen kerül be a gyomírtószer. Egyszer kisebb gyomírtószer mennyiséggel érjük el ugyanazt a hatást. És bekapcsolom, tehát hangtalan, akkumulátorral működik. Nem kell hozzá teherautó, nem kell a nagy lémennyiség, kevesebb vegyszer, és hát hangtalan, ami a legnagyobb előnye itt az éjszakai vagy a hajnali órákban, a lakosság nyugalmát nem zavarjuk vele. Emellett még könnyű is, hiszen mindössze 3 kg az egész gép. Az új technológia lényege, hogy apró, szinte láthatatlan méretű cseppekre porlasztja a vegyszert, ami így biztosabban beborítja a gyomnövényeket. A kijutatott szer ezután 10-14 napon belül kifejti hatását. A permet egyébként emberekre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt, csak halakra és vízi szervezetekre. A munkálatokat folyamatosan végzik Pécsen. Korábban a forgalmasabb belvárosi tereket kezelték a szakemberek, most a szegélyek, buszmegállók, illetve főbb útvonalak mellett folyik a védekezés. És ezzel is megvagyunk, akkor folytatjuk az egyéb városi utcákban, tehát a családi házasi vezetek kis utcáiba, a lakótelepek tömbjei közötti utcák járdáinak, útszegélyének a gyommentesítésével, és tulajdonképpen azon végigérünk, akkor kezdhetjük az egészet előről, mert hát ugye van egy csomó magról kellő egy nyári gyom, ami most hiába végezzük el a permetezést, azért egy pár hét múlva a talajban repedésekben levő gyommagok ismét ki fognak kelni. A kedvezőtlen időjárás módosíthatja a terveket, illetve helyenként ismétett beavatkozásra is szükség lehet. Az érintett szakaszokról folyamatos tájékoztatást ad a Biokom. Idősávos korlátozásokkal nyílt meg a pécsi hullámfürdő strandja kedden. A vendégekkel találkozó munkatársak szájmaszkot és védőkesztyűt viselnek. A kinti és benti büfé egyaránt üzemelhet, és lehetőség van az ott vásárolt áru benti elfogyasztására is. A nyitást követően a kötelező távolságot be kell tartani, amit már az épületen kívül és a pénztárnál is szalagcsíkok jelölnek. Pontban 9 órakor nyílik a hullámfürdő ajtaja. Ez az első nap, hogy a strandon fogadnak vendégeket. A jelenlegi szabályozás értelmében reggel 9 és 10 óra között csak a 60 év felettiek látogathatják a létesítményt. Hogy vannak, annyira hiányoztak az idő alatt. Nekünk is hiányoztak. Örülünk, hogy jöhetünk. Jaj Istenem, olyan visszhiányom van, hogy csoda. A zárt térben dolgozó kollégáknak kötelező a szájmaszk és a kesztyű viselése, a fürdő vendégeknek pedig a védőtávolságot be kell tartaniuk, amit már az épületen kívül és a pénztárnál is szalagcsíkok jelölnek. Nem tudom mennyi, hány év, tizenvalahány. Amióta nyugdíjas vagyok, én azóta ide járok. Az uszodába, de most nem az uszodába fogok menni, hanem kimegyek napozni, meg úszni. Hát nagyon hiányzott már az a 2 hónap, 3. Endre bácsinak kint is van mindenkihez egy kedves szava. Az új szabályozás értelmében a padoknak megfelelő távolságban kell lenniük egymástól. A 740 férőhelyes hullámfürdőben nagyjából 300 fürdőző tartózkodhat egyszerre. Kötelező a zuhanyzás, és a benti öltözőket egyelőre nem használhatják a látogatók. Ami nehézséget jelenthet az, hogy a létesítményünknek az öltöző része, tehát az emeleti része az még nem üzemel, nem működik. Tehát az öltözés is itt kint a strand területén kell, hogy megoldódjon, és erre a régi 1000 éves kabinokat sikerült felhasználnunk. De bízunk abban, hogy ahogy egyre inkább szűnnek meg a korlátozások országosan is, a strandokkal kapcsolatban is azért valamilyen finom hangolása még lesz ennek a szabályozásnak, és egyrészt egy picit több vendéget fogadhatunk majd, mint a jelenlegi megengedett létszám,
másrészt meg bővülhetnek a szolgáltatások. A létesítményvezető elmondta azt is, hogy kedden kezdődtek a benti 50 méteres medence felújítási munkálatai. Ez körülbelül 2 hétig tart majd, azt követően töltik fel vízzel a medencét és melegítik fel a kellő hőfokra a vizet. A strand területén is további fejlesztések várhatóak. Folytatódik a növényesítés, illetve napozó ágyakat is lehet majd bérelni. A következő szezonra tervben van egy gyerekmedence létesítése is. Kiránduló időt hozott a pünköst hétfő a Balatonnál, sokan sétáltak, sportoltak, pihentek a tónál. Ahogy az elmúlt hosszú hétvégén, úgy nyáron is főként a belföldi vendégekre számítanak a szálláshelyek, de augusztusra már külföldről is érkeztek foglalások. Sétáltak, sportoltak, pihentek a Balaton partján a vendégek pünköst hétfőn. Ez a család Gödről érkezett a hosszú hétvégére. Mint mondták, örültek, hogy végre kimozdulhattak a koronavírus járvány enyhítő intézkedéseinek köszönhetően. Mi 70 napot többnyire otthon voltunk, tehát betartottuk ezeket az ilyen korlátozó intézkedéseket, tehát csak a legszükségesebb dolgok miatt mentünk ki, de itt van egy nyaralunk, meg én Balatonfüredről származom, úgyhogy így most már nagyon vártuk, hogy ki lehessen mozdulni, de azt a 60-70 napot azért rendesen kibírtuk otthon. A hétvégi borongósabb, csapadékos idő után pünköst hétfőn igazi kiránduló időjárás várta a turistákat Szamártiban. Jókat teszünk, sétálunk, élvezzük így a szabadságot, a napsütést, telefonozunk a kanapén ülve, igen. Sokan választották a Balatont pihenésül a pünkösdi hosszú hétvégén. Ebbe a Zamárdi hotelbe a pünkösdi hétvégére főként párok érkeztek, ellenben a korábbi évekkel, amikor inkább családok. A forgalom azonban elmaradt a tavaly ilyenkori teltháztól, mondta a szálloda kommunikációs és marketing vezetője. Kis Anna Mária kiemelte viszont, hogy a nyári foglalások biztatóak. Az augusztus most sokkal népszerűbb egyébként, mint a nyár első fele. Nyilván itt a kockázatok minimalizálása, tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szerepet játszik, úgyhogy bizakodóak vagyunk a nyárra tekintve. Hála Istennek már megvan egy szép 60%-os alapfoglaltságunk, és akkor gyakorlatilag bízunk benne, hogy a szabályok egy kicsit enyhülnek, tehát nem kell emiatt kapacitásokat kihasználatlanul hagynunk, és reméljük, hogy akkor így a bevételek valami ilyen szinten az év második felében tudnak realizálódni, hogyha nem is teljesen, de azért valamilyen szinten mindenképp. Ahogy az elmúlt hosszú hétvégén, nyárra is főként belföldi vendégek foglalnak szállást, augusztusra viszont már külföldi foglalások is érkeznek ebbe a szállodába, főként a szomszédos országokból. Bárki ingyenesen kipróbálhatja a konditermi edzést egy minisztériumi pályázatnak köszönhetően. A FIT Egészséges Nemzetért tártkapus program célja, hogy megmozgassa a magyarokat. Az egyik kaposvári konditeremben is lehetőség nyílik így módon a sportolásra. A tártkapus program célja, hogy azokkal is megszerettessék a mindennapos mozgást, akik eddig esetleg még nem próbálták ki. De olyanok is vannak, akiknek már van tapasztalatuk a konditermes edzést illetően, viszont személyi edzővel mindez idáig nem dolgoztak együtt. Most azonban szeretnék személyre szabni az edzéseiket. Jártam terembe edzeni, viszont személyi edzővel még nem. Úgyhogy így örülök neki, hogy tud mutatni új feladatokat is, új gyakorlatokat, és tényleg meg tudja mutatni, hogy ha valamit nem csinálok helyesen. A pályázatnak köszönhetően mindenki ingyenesen megtapasztalhatja és kipróbálhatja a termi edzéseket személyi edző segítségével. Nem kell más tennie, mint előzetesen időpontot egyeztet a konditerem közösségi oldalán. A fontosság az elsősorban az, hogy a lakosoknak azon része is kipróbálhassa a termi edzést, akinek esetleg vagy nem telik rá, vagy nem ez az elsődleges szempont, hogy edzőterembe járjanak, és nagyon remélem, hogy ezzel talán egy kicsit a mozgáshoz meghozhatjuk a kedvüket, illetve egy kis örömet okozhatunk nekik azzal, hogy betekintést nyerhetnek a termi edzésbe is. Az ingyenes edzés nem csupán azok számára lehetőség, akik korábban nem jártak konditerembe, hanem azoknak is, akik anyagilag nem tehetik meg, hogy személyi edző segítségét kérjék. Nagyon megörültem neki, mert egy személyi edzés azért lehet nagyon drága, és plusz meg ki kell fizetni az edzőtermi bérletet, és szerintem így, hogy kedvet kapunk hozzá, talán még lehetőségünk is lesz rá utána, hogy erre költsünk valamennyi pénzt. A kedvezményes akció 20 héten át tart heti rendszerességgel, előre egyeztetett időpontokban, kis létszámos csoportokkal.
A szakemberek abban bíznak, hogy a résztvevőket nem csupán a program idején látni majd konditeremben, hanem később a mindennapi életük részévé válik a mozgás. És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Teljesen átalakul a felnőtt képzés, a vállalati igények és a digitális ismeretek nagyobb hangsúlyt kapnak. Agresszívek és nem működnek együtt, egyre nagyobb gondot okoznak a hajléktalanok Szekszárdon. 90 helyett 144 km/órás sebességgel hajtott egy autós, közel 200 gyorshajtót fülelt le a rendőrség. Újra próbálnak a Német Színházban, június 12-én tartják új darabjuk premierjét. Csütörtökön füllett, felhős, meleg időre van kilátás. Délelőtt csak elvétve fordulhat elő záporeső, délután azonban bárhol kialakulhat zivatar. Napközben akár 28 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!